12 csapat részvételével rendezték meg Székesfehérváron az atlétikai CB döntőt, amelyen 42 versenyszámban mérték össze tudásukat a résztvevők. A nyíregyházi debreceni vegyes csapat tavaly és tavaly előtt is az első helyen végzett, ezúttal azonban sérülések miatt fokhíjas volt a címvédő. A nyíregyházi esélyesek közül Szikszai Róbert, Kerekes Dóra, Bakosi Péter és Tasité Dávid hozta a tőle elvárt eredményt. A győzelmet végül a 383,5 pontot gyűjtő budapesti honvéd szerezte meg a 373 pontos Gödöllő Ikarusz vegyes csapat előtt. A Nyíregyháza Debrecen 2 és 337,5 ponttal a harmadik helyen zárt. Mindenki ott volt, aki számíthat, a sérültek természetesen nem, és azt mondom, hogy nagyon szoros versenyt vívtak egymással a csapatok. Azt tudni kell ugye, hogy 12 csapat jutott a döntőbe, és ebből a 12-ből lettünk mi harmadikak. Az első három helyen nagyon szoros volt, az első nap után néhány pont választotta el a harmadik helyezettet az elsőtől, és tulajdonképpen csak az utolsó versenyszámok döntötték el, hogy most ki lesz az első, második, illetve harmadik. Bár a hétvégén még rendeznek egy utánpótlás váltóbajnokságot, a csapatbajnoki döntővel gyakorlatilag véget ért a szabadtéri szezon. Vas László szerint a nyíregyházi atléták nem lehetnek elégedetlenek az elért eredményekkel. Sikerekben gazdag volt, ugyanakkor kudarcokban is, hiszen ott volt egy Európa-bajnokság, ahol Máté bal szerencsésen versenyzett, és ő akár dobogós is lehetett volna. Ugyanakkor ott volt Szikszai Robi kint, aki ugyan nem került döntőbe, de a legfiatalabb versenyző volt, és azért ő megmutatta, hogy még később nagy ellenfele lehet a többieknek. És hát természetesen a korosztályos magyar bajnokságuk, ahol viszont mindenki helyt állt, és a legjobbát tudta hozni. Én azt mondom, hogy sikeresnek tudom mondani ezt az évet is, annak ellenére, hogy most az utolsó versenyünket nem győzelemmel zártuk, de ez a harmadik hely, mint említettem, volt reális, és bízom benne, hogy a következő évben, amikor majd világbajnokság lesz, ott lehetünk a világversenyeken, és hát a magyarok között is a legjobbak közé fogunk tartozni. A nyíregyházi atléták egy hónap pihenőt kapnak, majd október közepén elkezdik a felkészülést a 2019-es szezonra, amelynek a katari világbajnokság lesz a fő versenye.